A Magyar Arany Egyetem kereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át Józan Hilling Mihály, a Tolna megyei Balassa János Kórház belgyógyász kardiológusa, a Tolna megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke. A hivatalos indoklás szerint a magyar és német testvérvárosi kapcsolatok bővítésében, valamint a Magyarországon élő németek nemzetiségi hagyományainak ápolásában és érdekeinek védelmében vállalt szerepének elismeréseként vehette át a kitüntetést. Megmondom, váratlanul ért, mert hát úgy gondoltam, hogy hát még ugye dolgozunk az Országos Német Önkormányzatban, meg más vonatkozásban is, egészségügybe se hagytam még föl, hát meglepetést okozott, egy darabig még talán nem is, amikor az első értesítést megkaptam, ugye ennek a kitüntetésnek megvan a maga útja, módja, rendje a felterjesztésnek, akkor gondoltam, hogy na jó, van, akkor megvárjuk az érnek még a végét. Végül is, ahogy közeledtünk a március 15-e felé, hát ugye egyre úgymond bizonyosabbá vált a dolog. Józan Hilling Mihály munkássága jelentős részben a gyógyítás mellett a magyarországi németség ügyeivel telt. Megítélése szerint sokat javult a nemzetiségek helyzete Magyarországon a rendszerváltást követően. Mi sok generáción keresztül nevelkedtünk. Mondhatnám azt is, ugye 52-ben születtem, Györkönyben nevelkedtem fel, és tudom azt, hogy milyen volt az 50-es, késő 50-es évek, 60-as évek, ahogy ugye a kádárizmusból átkerültünk ugye a rendszerváltásba, de a családon keresztül azért minden megvolt, tehát ugye a háború, kitelepítés, nagyszüleimet, én például 52-ben születtem, de én a nagymamámat 1959-ben láttam először, és akkor még, hogy úgy mondjam, azok közé tartoztam Györkönyben, akik hát, hogy úgy mondjam, még viszonylag korán, már a rendszerváltozás, eredetileg a hidegháború időszakában Németországba mehetett, mert ugye mind a nagypapa, mind a nagymama Németországba éltek, mert oda lettek elűzve. Tehát, hogyha így nézzük, akkor erről nekem igenis nem csak, hogy úgy mondjam, emlékeim, hanem kézzelfogható múltam volt. Úgy gondolom, hogy az elüldözöttek, magyarországi németek, meg az itt maradottak, maguk részéről nagyon sokat tettek, ha nevezhetjük ezt egy idézőjelben, népi diplomácia eszközeivel, hogy a német-magyar vagy magyar-német kapcsolatok azok jobbak legyenek. Én úgy vélem és úgy gondolom, hogy sokat tettünk többek között azért, hogy a partner települési viszonyok, hát a későbbiek során, ahogy már rendszerváltozás kapcsán a lehetőség adódott, akkor nálunk ezek a magyarországi németeknél ezek a lehetőségek, ezek úgy kinőttek, ahogy szokták mondani, mint a gomba őszi eső után, de úgy gondolom, hogy ennek az volt az oka, hogy a talaj elő volt készítve, kapcsolatok, emberi kapcsolatok sok tekintetben. Ha körülnézünk Tolna megyébe, körülnézünk a városba, tehát ezeknek a kapcsolatoknak, baráti dolgoknak előzményei voltak. Magyarországi németnek lenni természetesen egyértelműen a rendszerváltás utáni időszak, a demokrácia lehetőségei, az akkor 1989-ben elfogadott egyesületi törvény, amikor megalakítottuk az első német nemzetiségi egyesületet 91-ben, ez országos viszonylatban is az elsők között voltunk, ilyen szempontból úttörő szerepet játszottak a szekszárdiak, a szekszárdi team, a megrendezett pünkösdi fesztiválok, amelyek hát úgy gondolom, hogy megmutatták, hogy igenis van létjogosultsága a német nemzetiségi életnek. Józan doktor azt mondja, a korosztálya megkapta azt a kettős nevelést, mely egyrészt a családi történeteken is, hagyományos nevelésen és a tapasztalatokon nyugodott, miközben az iskolákban sok esetben ezzel szembe menő tényeket tanítottak. Ahhoz, hogy az ember a orál historit hallgassa, ahhoz azért bizony ki kellett hallgatni a fonóba, a kötőbe azokat a beszélgetéseket, amiket azért sokszor mondták, hogy azért most már menjek lefeküdni, de amikor a Krisztina néni ilyenkor szokta elmondani, hogy milyen volt Oroszország, a
pálenki robot. Tehát nekem a 60-as évekből már vannak ezzel kapcsolatosan, vagy voltak élményeim, és ebből következően azért sok mindent nem lehetett velünk idézőjelben megetetni. Annak rendje módja szerint tisztességgel és becsülettel megkaptuk a kettős nevelést. Otthon, ugye egy luteránus családban a megszokott a családi tradíciók által követett keresztény istenhitet, a iskolába természetesen egészen másokat oktatgattak. Sokszor, ha visszagondolok erre az időszakra, mondogatták, hogy mennyire rossz, hogy ugye kettős nevelést kapnak a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó volt, mert ma akkor megtanultuk azt, hogy valahol ugye az idősek, öregek elmondtak egyfajta verziót a világról. Máshol, mást olvastunk természetesen a különböző orgánumokból, és nagyon hamar megtanultuk, tehát még nem is kellett a nagyon belebölcsölni, vagy bölcsebbé válnia a dolognak, hogy hát ugye valahol a kettő között van az igazság, és az ember így alakult. Megítélése szerint mindaz, ami történt a németséggel, már történelem, amiből tanulni kell, hogy még egyszer ne történhessenek meg olyan dolgok, mely a háború kialakulásához vezetett. Mert, mondja Józan doktor, mindennek van előzménye, még a németek üldöztetésének is, és aki ezt belátja, másképpen néz a történésekre. Mindennek ezekbe az összefüggésekbe kell látni ezeket a dolgokat. Ha ezeket az ember tudja, akkor jobban megérti a folyamatokat, és könnyebben, szóval nehezebben tud valakire haragudni, hogyha az ember belelátja ezekbe a dolgokba, és könnyebben megállja az ember, hogy nem viszik el az indulatai, mert érti az összefüggéseket. Tehát ha így nézzük, bizony a 20. század, a magyarországi németség, és azon belül is az én úgynevezett sváb népcsoportom, tehát erről beszélek, nem a városi német polgárságról, és sok minden másról, az bizony egy áldozati szerepbe került, mert egyrészt a malomkövek, történelem malomkövei, azok őrlődtek, az egyik malomkő volt Berlin, a másik Budapest, és ezek között a malomkövek között többnyire, ahogy ez sajnálatos módon oly sokszor történik, mindig a egyszerű emberek örlődnek, és ők lesznek az áldozatok. Őket vitték el a háborúba, őket vitték el katonának, elvitték részint a szülőket, előszeretettel, miután nemzetiségiek voltak, jóval arányuk fölött vitték el a honvédségbe. Aztán ugye, ahogy a nemzeti szocializmus Magyarországon is egyre inkább érvényét szerezte, a SS sorozások szintén a mi népcsoportunkat vitték, tehát a háború véráldozatát meg kellett adni. A háború véráldozatai után jött a háború utáni általános német ellenesség, a menekült válság, most itt a székelységre gondolok, akiknek helyet kellett találni, problémákat kellett megoldani, és természetesen van, hogyha az ember egy kicsit a Bibliát is megforgatja, akkor azt tudja, hogy a bűnt bűnnel megtorolni nem lehet. A vélt bűnt, tehát ugye a kollektív bűnösség, úgy gondolták, hogy a magyarországi németek azok kollektíven bűnösök, a vélt bűnt bűnnel megtorolni pedig szigorúan tilos, és nem szabad. Hát úgy gondolom, hogy én remélem, hogy az emberiség, illetőleg a 20. század borzasztó folyamataiból okulnak részint a vezetőink, itt Magyarországon, részint Európában is, ugye ilyen megpróbáltatásoknak már a népcsoportunk talán nem lesz kitéve, de úgy vélem és úgy gondolom, hogy ez csak akkor tud előfordulni, hogyha ismerjük a múltunkat, ismerjük a történelmünket, megértjük a folyamatokat, akkor tudunk előrelépni. Tehát valahogy így értem, a történelem nem ismétli magát, de a történelemnek az ismerete megjó attól, hogy hibákat ismételjük.